Egyre több a magyarok és szerbek közötti összetűzés a Vajdaságban. Topolya központjában nemrég szerb fiatalok megvertek egy magyar középiskolai tanárt, majd állítólag magyar fiatalok vertek meg szerbeket. Temerinben pedig minden utcasarkon rendőrök járőröznek, miután több incidens is történt mostanában. Legutóbb magyar gyalázó feliratokat festettek több ház falára. A Temerin központjában történt péntek esti rendőrségi akcióról mesél ez a magyar fiatalember, amikor igazoltatás után a rendőrök minden ok nélkül őt és társát letartóztatták, miközben az Obráz nevű szélsőséges szerb szervezet tagjai a helyszínen maradhattak. Azt mondja, lazán azt mondja a rendőrségnek, hogy majd tanálunk valamit, belögdöstek bennünket a rendőrautókba, bevittek, szóval este 10-től úgy hajnal 2-ig bent tartottak. A fokozott rendőri jelenlétre az elmúlt hónapok eseményei miatt van szükség. A szerbek is magyarok lakta délbácskai településen megvertek egy diákot a közgazdasági középiskola parkjában. A fiúnak eltört az orra és egy ujja. Szeptember 11-én 5 szerb fiatalt vert meg állítólag 2 magyar. A hír hallatán az Obráz szélsőséges szerb szervezet tagjai Temerinbe utaztak, hogy megvédjék a magyaroktól a többségben élő szerveket. Ez a mi hazánk, ez szerb földi és magyar is. Mi nem akarunk senkivel összetűzést, maguk is tudják. Itt van, nézzék csak meg a koszovói helyzetet. Nem kell nekünk újabb Koszovó, nem adjuk fel Koszovót. Mint ahogyan ez sem, mert megvédjük a magyar szélsőségesektől, mondja az Obráz tagja. A helyzet elmérgesedésért mindkét fél a másikat okolja, miközben a szerb sajtó csak a szerbek elleni támadásról cikkezik, valótlanságokat állítva, elhallgatva a magyarok elleni támadásokat. Erről a magyar pékről azt írták, hogy nem hajlandó kenyeret eladni a szerbeknek. Félelmet keltett bennem, én jelentést tettem a temeri rendőrségre, amit ők tulajdonképpen nagyon rendesen fogadtak, megnyugtattak, az éjjel boltjainkat vigyázták, nehogy véletlenül valami történjen. Temerin magyar polgármestere szerint, ha el is fogják a szerb elkövetőket, annak nincs jogi következménye, míg a magyarokat példás büntetéssel sújtják. Teljesen fölös, hogy ki kezdte, és hogy kit vertek többet, azért itt igencsak gyakran magyarok voltak az áldozatok, és nem is mindig úgy végződtek ezek az ügyek, ahogy kellett volna végződni. A rendőrség általában akkor is megtette a saját dolgát, viszont vagy az ügyészség, vagy a bíróságon ezek a dolgok elakadtak. Nyilvánvaló, hogy van egyfajta negatív hangulatkeltés Temerin irányába. Az elmúlt napokban több politikus is elítélte a Temerinben történteket. Véleményük szerint az állami szervek, az iskola, a rendőrség és a szociális védelmi központ összehangolt akciójára lenne szükség a kedélyek lecsillapítására.